A kormány rendelkezése alapján április 7-től újra nyitva tarthatnak az üzletek és szolgáltatók. Ugyan az átoltottság egyre nagyobb, továbbra is fontos az elővigyázatosság, így a korlátozásokat ezután is be kell tartani a vásárlások alkalmával. A nyitást már nagyon várták a hévízi üzletek is. Nagyon örülök neki, ez az első reakció. Amit nagyon várunk legigazából, a tónak a nyitása és a szállodáknak a nyitása a szolgáltatókkal, éttermekkel együtt. Akkor lesz már az a helyzet, amikor Hévíz annyira vonzó arcát tudja majd mutatni, hogy ténylegesen több napra is vendégek érkezzenek a városunkba. Ez például az új kollekció, gyönyörű tavaszi színek, nagyon szép kis díszítéssel, nyaklánccal. A vásárlók biztonságára ügyelve az üzletek nyitás előtt fertőtlenítő nagytakarítást végeztek el, és a négyzetméter alapú üzletlátogatási szabály is érvényben van. A téli kollekciót felváltották a tavasz színeit felvonultató ruhadarabok, továbbá pedig a vásárlóknak kedvező akciókkal és üzletrendezéssel is készültek. Nagyon reméljük, hogy sok vásárlónk lesz, a törzsvásárlók visszajönnek, és hát reméljük, hogy kinyitnak a szállodák, jönnek a külföldiek, az határok kinyitnak. Habár sokan nyitottak már, több kereskedelmi egység vár még. Többen technikai problémákkal küzdenek, illetve van olyan üzlet is, amely újranyitását koronavírusos megbetegedés akadályozza. Habár a legtöbb volt nem április 7-én nyitott, napról napra egyre többen nyitják ki üzleteiket, így fokozatosan tér vissza az élet Hévíz utcáira is.